Folytatjuk azt, amit elkezdtünk, vagyis, hogy úgy mutatjuk be ünnepi évvégi műsorunkban a tévénket, hogy kollégáinkkal beszélgetünk, ezúttal két nagyon jeles kollégánkkal, nem? Gergely Gábor és Profusz Józsi a két vendégeink. Sziasztok! Hello. Hát csókolom, szevasztok! Speciális terület, sport, autó, horgászat, kutyák, helytörténet, sport, kultúra, autó. Sport, autó, sport. Kisfiam! Igen. Én még nem vagyok, de lehetek. Kislányom. Igen. Nem, az a helyzet, hogy ugye eddig már olyan emberekkel is beszélgetünk, olyan kollégákkal is, akik a kamera mögött állnak, ti pedig azért jelentősen elől, sőt szöget ütött a karácsonyi mulatságunkon egy mondatot, hogy azt mondtad, hogy hiszen nagyon régóta csináljátok már ezt a szakmát mindketten, hogy azt mondtad, hogy hát te évtizedek óta tévézel, de ezzel az autós műsorral tulajdonképpen most csinálod azt, amit igazán szeretsz csinálni. Hát ez tényleg így van, most idén 30 éve kezdtem el a televíziós. Ja. Pályafutásomat, sokféle műsort csináltam, de vagy az autó az mindig is az álom volt. Nem azért szeretem most az autós műsort egyébként. Azért, mert te is mellette dolgozol. Autós műsorra álmodott, hanem azért, mert... Szerintség. Igen, tehát azért, mert Zsuzsival csinálják most az autós műsort. Nem, ez egy ilyen nagyon régi szerelem. Én 11 éves koromban tanultam meg autót vezetni, úgyhogy azóta tart ez a dolog, és most már ilyen vén fejjel megengedhetem magamnak azt, hogy belőjek jobbnál jobb autókba, ilyen csinos lányokkal is műsor csináljak. De az nagyon egy csinos lányokkal, hanem ilyen jóképű fiúkkal, mint a Gergely Gabi, hiszen ő is volt vendéged, csak nem volt hajlandó kicsúszni a csúszkálós. Az egy érdekes történet volt, de ezt ő mesélj el inkább. Mesélj el, Gábor, kérlek. Hát beültetett valami autóba, ilyen szép piros kis autóba, és átvittek engem már a bizonyos ráncigáló padra, hogy csúszkáljon az autó, és meg kéne pördülni, meg akármi. Aztán amikor vége volt a felvételnek, akkor az drága barátom azt mondta, hogy hát ennél unalmasabb műsort még nem csinált. Hát nem, komolyan el kellett mennem pörögni nekem egy párat, mert Gábor egyszerűen nem hibázott. Tehát végigment, ahányszor mondtuk, annyi szó. Nem pördültél meg egyszer sem? Akartam, de nem sikerült. A Magyar Autóklubnak az oktatás technikai pályája, és ott perfekcionista. Sztárok a klubban című robata az autós műsoron belül, hát most őt is becsábítottam, úgyhogy a következő műsorban Gábort látják majd a nézők. Na ezzel legalább promózzuk is saját magunkat. Persze. Szégyellem is magam, hogy így elrontottam a Józsinak a műsorát, de hát majd legközelebb. Is. Hát a bajaj. Legközelebb majd elviszem a pingpong iskolába, és megnézem, hogy ő hányszor tudott hibázni. Az biztos, oda vihet. Egyébként már a pingpongot említettük, akkor szerintem Gábor rólad kevesen tudják a nézők közül talán, mi már ugye házon belül igen, hogy neked azért ebben a sportban nagyon-nagyon komoly eredmény. Ezt azért kijavítanám, ezt leginkább ezt tudják róla szerintem. Igen? Pedig ha hiszitek, ha nem, és a kedves nézőknek most már elmondom, hogy én is körülbelül, Józsi nem tudom, 30 évet mondott, hát én akkor kezdtem ezt a televíziózást még a Királyi Magyar Televízióban, amikor a Holtenger még csak beteg volt. Tehát nagyon-nagyon régen, és nagyon örülök neki, hogy olyan mestereim voltak, mint Szőnyi János és Vitrai Tamás, úgyhogy valamit talán ragadt róluk. Tőlük kaptam valamit, amit vissza tudok adni, hát majd a kisfiamnak megpróbálom ezt többször is visszaadni. Mondom azért kisfiamnak, mert kedves nézőink, és... Most egy bejelentés következik. Mátyást nem a kollégámnak tekintem, hanem a kisfiamnak itt a televízióban. Ez a megtiszteltetést ért. Gergely és Mátyás. Gergely, jó, hát Gergely Juhász Mátyás. Eddig én tévedtem, ne haragudj. Igen. De egyébként, ha már elkezdtük ezt a dolgot, ugye te kétszeres asztalítélet világbajnok vagy, lehet, hogy arról is beszélgetünk, hogy honnan érkeztél most ide, de ezt szeretném elmondani a kedves nézőknek, hogy nekünk ez nagyon nagy szerencse, hogy te én ismert sportoló voltál, mert gyakorlatilag mindenkit ismersz ebben az országban, nem csak sport szinten, ezért hát jellemződ az a specialitásod, hogy adásokat tudsz megmenteni azzal egy-két telefonnal, hogyha éppen. Ja, hiszen nem olyan egyszerű ezt megszerzni. Ilyenkor karácsonytáján új év előtt ez nagyon jól esik a hasamnak, ez a simogatás, ez a dicséret, de tényleg én az újságíró pályát is 20-25-30 éve művelem már, és több napilapnak voltam a sportszerkesztő, és valóban szinte mindenkit ismerek, régieket, újakat, és hát ők is ismernek, és valóban egészen másképp áll a helyzet, amikor egy telefont felvezek és bemutatkozom, hogy sziasztok, szevasz, Gergely Gábor vagyok, be kéne jönni a stúdióba, hogy elmennénk forgatni, és akkor nem kérdezik meg, hogy jaj, meg hogy, meg miként, meg mi, mennyit fizettünk, meg egyebek, meg miért, persze, meg miért is, és beszélgetünk, és nem interjúkat készítek, hanem beszélgetek a sportról, és azt gondolom, hogy remélem a kedves nézők neked megfelel. De akkor a sportolók téged sportolóként vesznek számba, szerintem? Most már nem, viszont...
nem akarom magam dicsérni, de minden bizonnyal... Nyugodtan úgyse hívunk többet. Persze, hát nem is kell. Majd átülök oda mindjárt. Jövőre. Szóval minden bizonyal picivel hitelesebb lehetek beszélgető partnerként, mint egy olyan tisztelt kollega vagy akárki, aki talán tornából fel volt mentve. Most minket savasz? És rám nézett. Vagy rám? Nem, mert nem tudta el. Nem voltam rá. Hogy álltál a tornához, mondd el akkor. Köszönöm szépen, el voltunk egymás nélkül nagyon jó. Más sportot szerette, nagy horgász vagy, hogyha hát a sportnak lehet nevezni. Nincs most már annyi időm, mint régebben volt. Most már azt mondom, de sport, évet. Nem? Hát sport, de lassan ott tartok, hogy többször forgatok horgászműsort, mint hányszor én ki tudok ülni a partra, mert egyszerűen nincs időre. De egyébként meg az előző témához fűződve Gábornak szeretném megköszönni itt most ezúton a sok segítséget, mert az autós műsorok sztárjainak megszerzésében nagyon sokat segít. Sokszor olyan embereket hozzá, mondjuk több Belki Krisztián tornász, akit hónapokig próbál az ember megkönnyékezni, és nem találod meg. Gábornak egy telefon. Ennyi. Csak köszönjük. Nagyon szívesen, neked is segítek majd, Matyi. Zsuzsinak nem kell. Nekem sose segít egyébként, ez hozzá. Zsuzsinak nem kell segíteni, mert figyelj, fölveszi a telefon, csilingelő hangjával beleszól. Ki az, aki nem jön el arra? Ki az, aki nem jön el arra? Rólad még az jutott eszembe, hogy nagyon régóta dolgozol Újpesten is, viszont te Kárpátaljáról érkeztél, Kárpátalján születtél. Például luxus vendége volt a szovjet hadseregnek, tehát hogy ez fontos része az életednek, de közben meg azt látom, hogy te amúgy már újpestivé váltál, nem? Persze, hát itt aki ide költözik Újpestre, annak nincs más kiút, tehát itt újpestivé válsz, abszolút. Ajjaj. Annyira erős lokálpatriotizmus van itt Újpesten, hogy egyszerűen magával ragad. Jó értelemben. Uh-huh. Azzá kell, hogy legyen. Itt jó ide tartozni, ahogy a szlogenek mondják, ami ilyen kis. Olyan időszakra, amikor nem itt laktál. Hát azért nagyon rég volt. Én 90-ben jöttem át Újpestre, úgyhogy azóta itt élek, és az a szerencsém, hogy szinte rögtön el is kezdtem itt dolgozni. Akkor még az Óceán TV-nek hívták a Káposztás megyei kábel TV-t, aztán átkereszteltük Újpestnek, és aztán... De ez egy véletlen volt, hogy te Kárpátaljáról Újpestre jöttél? Igen. Nem tudtam. Nem, valahogy az álmaimban benne volt, hogy én egyszer kábel TV-be fogok dolgozni. Nem tudtam, hogy az hogy néz ki meg, hogy milyen, mert én egy nagy tévénél dolgoztam a Kárpátaljai Televízió és Rádiónál, amelyik sugárzó megyei adó volt, jóval nagyobb, mint ez. Fogalma sem volt, hogy milyen az a kábel tévé, de tudtam, hogy én ezt fogom csinálni. Na, ezt nem bejött. Azért azt is tudni kell, hogy amit most, amikor titeket mutat a kamera, és amit a nézőink látnak, azt látjuk mi általában a szerkesztőségben, hiszen ott is így ültök egymás mellett. És a közös munkátok is elég hosszú időre nyúlik vissza, de jól tudom, itt kezdődött ez, nem? Tehát, persze, hogy... Gábor, azt hiszem 2008-ban. Hát már nagyon régen, 6-7 évvel ezelőtt jöttem, érkeztem. Sokan azt mondták, hogy ilyen ejtőernyősként frászkarika. Hát éppen munkanélküli voltam, és akkor az akkori polgármester segített abban, hogy próbáljunk valami sportot csinálni itt az újpesti televízióban, mert hát akkor nagyon hiányában olyan túl sok sport minden adás nem volt a tévében, és azt pontosan tudjuk, hogy hát Újpestnek azért a zászlós hajója az UTE, a labdarúgás, hát óriási olimpiai bajnokaink vannak, szerencsére még nagyon sokan élnek, tehát Újpesten sportot csinálni nagyon-nagyon könnyű. Hát meg hálás feladat. Hálás feladat, és nagyon örültem neki, mert hogy is mondjam, én nem úgy estem be ebbe a stúdióba, hogy soha nem voltam kamera előtt? Televízióban, kamera előtt. Most nem a sportra gondolok, amikor én voltam a főszereplő, és engem mutatott a kamera, amikor játszottunk, hanem én büszkén vallom azt, hogy a magyar televíziózásban az első sportcsatornának voltam szerkesztője. Nem ez a Sport 1, Sport 2, akármi, hanem ezt úgy hívták még annak idején, hogy Hungarosport. Aha. És akkor olyan csodálatos kollégákkal dolgoztam együtt, mint Dobor Dezső, Vitrai Tamás, és folytathatnám. Ennek tükrében azért ezt eléggé furcsáló, hogy mégis a Profusz tanított meg itt tévézni, de ez megint más tészta. A Profusz Józsival azért nagyon jó dolgozni, mert hihetetlen kritikus, nem szól bele semmibe. Mert azt mondja, hogy a sport, de nem, természetesen nagyon sok tanácsot adott, mert azért ez egy másik feladat, beülni szembe, 4 szem közt, 6 szem közt, 8 szem közt, és úgy beszélgetni, mintha egyenes adás lenne. Mert hát pontosan tudjuk, hogy, és mindenki tudja, hogy itt felvételről megy, hát mennek az adások, de megpróbálok én olyan milliót teremteni, mintha élő egyenesbe beszélgetnék. Kvázi élő. Kvázi élő egyenesbe, és hogy megpróbálok a kollégáknak is segíteni, hogy ne kelljen
össze-vissza vagdosni a beszélgetéseket. De ez gyakorlatilag így is veszítek fel, tehát élőszerűen gyakorlatilag, igen, szinte semmi vágás nincs. Tehát annyi, hogy a nevek kikerülnek, ha épp valami tényleg félre megy, az ki van szedve, de szinte 99%-ig az ugyanaz, mint amit itt. Igen, és ez vesztek. Nagyon jó, ez szabad kezet ad, tehát nyugodtan lehet a gondolatoknak szárnyalni, és olyan dolgokról lehet beszélni a vendégekkel, a barátaimmal, a sportbarátaimmal, amit valószínűleg, hogy is mondjam, nem biztos, hogy más megmerne kérdezni, vagy más a sport, miatt. Igen, a régi ismeretség miatt, hogy úgy tudok velük beszélgetni, mint egy benfentes. Vágjatok egymás szabába nyugodtan. Mondjuk olyan sportoló vendég, akár a múltból, vagy valahonnan, aki még lehet, hogy már nem sportol, vagy mondjuk te sem gondoltad volna, hogy na őt azért úgy sikerül ide még beszervezni magadhoz beszélgetőtársnak. Azt hiszem ennek a szakmának az alapja, hogy olyan nincs, hogy nem gondolom, hogy nem jön be. Én arra gondolok, hogy bejön. Uh-huh. És utána, hogy alakul a beszélgetés, az a partnertől függ, és nagyban függ tőlünk, akik hát kézbe kell tartani azt a bizonyos fonalat, hogy ne csúszunk félre. De azt hiszem, hogy ezt Józsi segítségével az elején nagyon sok segítséget kaptam tőle. Ez tényleg, ez komolyan, akkor is mondanám, ha nem ülne itt, de hát most a szemébe. Mert ugye van egy mondás, hogy öregről vagy jót, vagy semmit. Én azt szoktam mondani, hogy öregről vagy jót, vagy rosszat. Hát most vagy nem, jót, vagy rosszat. Vagy rosszat. Jó, hát én nem tudok róla rosszat mondani. Izgalmasabb azért, ha rosszat mondasz, de hát ha nem, hát de nem. Hát az igazat, az egy rosszat fogok mondani, mivel közös, hogy is mondjam, menzán vagyunk. És köszönöm szépen Prófusznének. Én számból vettem ki, ez lett volna a következő, hogy még annyira szimbiózisban éltek itt már, hogy közös kosztom vagytok. Bizony, és néha-néha azért rápirítok, hogy tessék mondani, hogy jó, hogy hozol valami kaját, de ahol a hús. Bár ezt szerintem a Józsi már otthon elintézi ezt a kérdést. Hát külön dobozkába csomagolja, tudod, ez a miért. Nem, Mónikának nagyon szépen köszönöm, hogy gondol rám, és végül tényleg... van egy fórum, amik ezt megtehetem. Ugye, ez látod? Hát ez egy munkakapcsolatnak indult, aztán egy jó kis barátság lett belőle, úgyhogy ez azt hiszem látszik is rajtunk, ahogy együtt dolgozunk. Hogy ne kelljen tovább magatokról beszélni, meg egymást dicsérni, szeretnék egy kis tükröt tartani elétek, és a most jutott eszembe, hogy a tükör a Zsuzsi lesz, hogy... Nézzetek! Vagy ezt szívesen, úgyis szívesen. Szívesen! Hogy te ugye nem olyan régóta dolgozol itt, és ezt kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltál róluk, amikor pont ezt a képet így most így megláttad ott a szemben. Hát mondd már ki, Mátyás, a Mopet Show-t. Pontosan erről. A Mopet Show-t. Emberek mind a kettőn egy első pillanatban mindjárt látszott. Igen. Tehát azt a gyönyörű szép emberekről beszélünk az első szemtől pillanatban. A szembetűnő volt, tehát ez szerintem nem vitatható. A Gábor nem árult zsákba macskát, mert ő gyakorlatilag az első pillanattól ekkora hanggal közlekedik mindenki felé, tehát hogy ő úgy nyit. A Józsi egy zárkozottabb típus volt, de nagyjából, hát nem tudom, tehát ő a kiismerhetetlenebb a két fazon közül, de nekem vele sem volt igazából problémám. Hát ez tehát csak addig tartott, meddig tartott ez? Hm? Ameddig föl nem mentünk a csúszós pályára az autóddal, és nem köröttünk. Igen, az igazat megvalva, ugye mi külön szobában voltunk, tehát hogy ugye nekem ez gátolta az ismerkedést, hogy én egy irodával arrébb voltam. Most már igen, leomlott. Egy szűk légtérben. Szoktunk autózni. Egy autóban is. Na szóval annyira kovácsolódtunk össze, hogy a Zsuzsi is benne van abban a csapatban, amit azt mondtam, amikor először találkoztunk, hogy én vagyok a Gergely Gábor, szia, akármi puszit még nem kapsz, azt ki kell érdemelned. Már kap? Már és kapok. Már kap, már kiérdemelte. Ja. Én meg, tudod mit érdemeltem ki? Ami nagyon nagy megtiszteltetés, azt hagyján. De az, hogyha nincs itt a Gergely, akkor én kapom meg a kaja részét. Családban marad. Nekem ezt a felajánlják mindig. Ja. Neked azért melóznod kellett? Igen. Zárjuk ezzel, köszönjük. Hogy lett ez a fater és apa? Így. Ez adta magát. Így, hogy ez a nem is tudom, mit mondjak, ez a böszbe pécsi ember azt mondta nekem egyszer, hogy fater. Mondom, mi a kisfiam, innen ja, jött. Én nem is emlékszem, az szinte természetesen jött. Lehet, hogy tényleg van benne valami. De tisztelőben édesek ember. Hajgöndörségen kívül. Hát meg a jó képűség az. Szinte. Jó, az alap. Mert ilyen ővel a prof. Na mindegy. Lopjuk el tőlük a mikrofon. Zsuzsi, hogy érzed magad az autós műsorban? Nem látszik? Meg kell nézni a műsort, és abból szerintem kiderül, hogy érzem magam. Nekem a rántópados pálya az nagyon nagy élmény volt. Én először felülről meg... Sőt, szerintem a Gergely Gabival együtt voltunk ezt megnézni, akkor te még nem próbáltad, az volt nekem az első tesztnapom.
És hát amikor az első rántást, pördülést megláttam, akkor azt mondtam, hogy na jó, én beülök bárki mellé, de én ezt nem. Tehát az én autómmal ezt nem. Én ugye úgy kezdtem, hogy akkor én az én kocsimmal megyek, mert nekem ugye a Dodge-emére gondolom. Igen, nem mondom. Amikor autóról beszél, akkor Dodge-em. Hát aztán vigyázz, nagyon, mert elérlek, ütök. Nagyon gyorsan kiderült, hogy a Zsuzsi baromi jól vezet, mert ilyet még senkivel nem éltem át, hogy beültem volna mellé a csúszós pályán, és miközben pörögtünk, ő még tette egy lükvercet is bele, és aztán áttolatott a vízsugáron. Ilyet még nem láttam ki a pályáról, tehát hogy azért, de ezt megfejeltem, mert azt mondtad a legutóbbi autós adásban, akkor ezt elmondhatjuk, még nem ment le adásba, de semmi gond, hogy én egy akkora úton, tehát 360 fokban meg tudok fordulni egy kombi Skodával is, ahol azt már tartsuk. Egy nagy autóval, igen. Igen, fogadtunk és elbuktam. Semmi gond, ha már kérdeztél valamit a Zsuzsitól, akkor én is kérdezek egyet a fiamtól. Na. Mi fiam? Látod, mit kapok, tőled karácsonyra? Nem tudom, ezt még nem mondhatom el. Ezt még nem mondhatom el, de az biztos, hogy... Juhásznétől is kapsz egy adag kosztot. Valamiről lemaradtam? Megnősült? Nem, még nem. Mondjuk nem tudhatod, mert most jöttél meg Göteborgból egy pipon bemutatóról, és holnap, azaz 21-én, egy nagyszabású ünnepség lesz abból az alkalomból, hogy hány éve már? Nem 35 esztendeje. Nem is éltél akkor. 35 esztendeje, tényleg nem értem, még nyertetek világbajnokságot csapatban. Úgyhogy ez lesz. Legyen ez a végszó, ennél jobb végszó nem lehet. Mondjuk annyit még tehettek, mielőtt elindultok, vagy elengedünk benneteket, de ez tipikusan tévés beszélgetés, hogy mindenki össze-vissza jópofáskodik, ez a jó benne, de hogy annyit még mondjatok, hogy valamilyen ilyen szép, újévi, fogadalmas, kívánságos, szép végszót, ami kicsit könnyű. Vagy ha esetleg van, amit szeretnétek jövőre akár. Igen. Hát fizetésemelés természetesen, mert ugye pénzből élünk, tehát a kedves főnökeinek nagyon boldog új esztendőt kívánunk. Reméljük, hogy benyúlnak majd a zsebükbe jövőre is, de hogy komolyra fordítsuk a szót. Én minden kedves tévénézőnek és nektek, kedves kollégák, azt kívánom, amit ti kívánatok nekem. Nagyon-nagyon boldog új esztendőt és békés boldog karácsonyt. Nagyon optimista, Józsi. Én azt mondom, van egy mondás, hogy csináld azt, amit szeretsz, és soha többet nem kell majd dolgoznod. Én most azt csinálom, és magamnak azt kívánom, hogy ezt csinálhassam jövőre is, mert rengeteg nagyon szép élménnyel gazdagodok, nagyon sok embert ismerek, meg aranyos jófej embereket, és én mindenkinek azt kívánom, hogy csinálja azt, amit igazán szeret. Kellemes karácsony. Köszönjük szépen, boldog karácsonyt, nektek is, köszönjük, hogy itt voltatok.